Megtartotta éves közgyűlését a Nóéhegyi Szent István Barlovagrend. A szakmai grémium értékelte az elmúlt esztendőt és meghatározta a 2013-as feladatokat. Minden ilyen nagy eseményt nyilván megelőznek a szorgos hétköznapok, hiszen a barrendnek is vannak kötelezően előírt feladatai kötelezettségei, amit a bíróság elő. Kvázi az azt jelenti, hogy közgyűlést kell tartanunk, ünnepi közgyűlést és rendes közgyűlést is. Most rendes közgyűlést tartunk, de természetesen felkészülünk az ünnepi közgyűlésre is. A Barlovagrend döntése alapján a Szent István emlékév alkalmából Renner László főborász vezetésével egy minőségi küvével tisztelik meg államalapító királyunk emlékét. A tervek szerint először is a fő alkotó része az egy zengő lesz, és amellé kétféle rizlinget és egy illatos cserszegi fűszerest próbálunk majd összehozni. Ugye a próbaházasítások azok most zajlanak, hogy melyikből mennyi legyen beletéve, hogy tulajdonképpen a bor szép legyen. A sorszámozott borból Szent István király halálának évfordulója 1038 emlékére 975 palack készül.